Hatalmas autó sorát a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutatófejlesztő Intézet barack ültetvényénél több száz embert vonzott az intézet által hirdetett Szedd Magad akció. Családok, baráti társaságok, idősebbek és fiatalok is érkeztek. Mindenki nagy örömmel fogadta ezt a kezdeményezést. Az egyik résztvevőt, Ercsei Lenkét kérdeztük arról, számára mit jelent ez a lehetőség. Azért is, hogy egy kirándulás legyen, saját magam tudjam leszedni, élvezzem a természetet, és azon kívül, hogy szedjek egy kicsi lekvárnak valót, meg enni is. Összesen 13 kg-ot szedett le, ami nem kevés, így a lányával is szeretné majd megosztani ezt az adagot. Évek óta nem volt ilyen jó termés, mint most. A fák szinte roskadoztak a baracktól. Erről már a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutatófejlesztő Intézet vezetője Nádosi Ferenc beszélt. Úgy tűnik, hogy elég jól kiürültek a készletek a háziasszonyoknál, tehát elég nagy az érdeklődés. Ennek próbálunk megfelelni. Hát nyilván ez nem egy olyan cég, ez a kutatóintézet, ami erre szakosodott, hogy kiszolgálja a lakossági igényeket, de azért megpróbáljuk itt a Szedd Magaddal valamennyire lehetővé tenni, hogy itt a lakosság az megbírja szedni legalább egy pár üveg lekvárra valót, nagyobb mennyiséget talán nem, de remélhetőleg, hogy így is azért meg lesznek elégedve. A boltokban 900 és 1200 forint körül mozog most a barack ára. A kutatóintézetnél 450 forintos áról juthattak hozzá mindazok, akik vállalták, hogy maguk szedik le, mondta Mendel Ákos, KAJSZI kutatásvezető. Így Cegléden ezek a kísérleti ültetvények, ezek a gyümölcskutatóintézetnek egy kísérletéhez vannak telepítve, és nekünk ezekről a fákról fajtánként egy olyan 5-5 kiló gyümölcs kell összesen a vizsgálatainkhoz, de ezen kívül még rengeteg gyümölcs megmarad a fákon, és nem szeretnénk, hogy ez mind kárba menjen. Éppen ezért nekünk jó, hogy elviszik a gyümölcsöt, hiszen nem megy kárba. A befolyó összegnek egy jelentős része a KAJSZI kutatást támogatja közvetlenül is, illetve a helyi lakosságnak is nagyon jó, hiszen a jóval a piaci ár alatt tudnak sárga barackhoz jutni. Korán nyitották a kapukat, így már délelőtt 10 órára elfogyott az összes barack. A Szedd Magad akcióban mintegy 12 tonna gyümölcsöt vihettek haza a résztvevők.